Még 24 óráig senki nem jöhet vissza. Ki az? Most jött meg a CK1 kódja, uram. A féregjárat megszűnt! Hol van Onir ezredes és Carter százados? Tüzet nyitottak ránk. A távolból. A jég fogjai. Energiafegyverekkel. Az első évad egy emlékezetes, kimaradt jelenete ebből az epizódból származik, ami a Sci-Fi Channel-en is látható volt a több külön kiadásban, és persze a széria DVD kiadásán is szerepelt. Amikor Jack O'Neill ezredes megkérdezi, hogy Samantha Carter hogyan boldogul a csillagkaputárcsázó készülékének kiásásával, Carter elkezdi szidalmazni O'Neillt, amiért semmi hasznát nem veszi. He spent 7 years on MacGyver, and you can't figure this one out? We got belt buckles and shoelaces and a piece of gum. Build a nuclear reactor, for crying out loud. You used to be MacGyver, McGadget, McGimmick. Now you're Mr. McUseless. Dear God. Stuck on a glacier with MacGyver! A poént Amanda Tapping találta ki, és sikerült is Anderson több percre zavarba hoznia ezzel. Amikor a csillagkapu javításáról tárgyalnak, Siler őrmester azt mondja, hogy ez legalább 24 órát vesz igénybe, mire Hammond tábornok azt válaszolja, hogy adok 12 órát! Ez egy utalás a Star Trekre, amelyekben a mérnököknek sokkal kevesebb időt adnak, mint amennyire állítólag szükségük van a javításhoz, de végül mégis mindig megcsinálják. Egyébként Siler őrmester ebben az epizódban tűnik fel először. Sylvester Siler az Egyesült Államok légierejének főtörzsőrmestere, és a Csillagkapu parancsnokság műszaki szakértője. Dan Shell kanadai színész és a Csillagkapu sorozat fő kaszkadőr koordinátora. Ő volt Richard Dean Anderson dublőre a MacGyverben is. Ezek után kapta meg Siler szerepét a sorozatban. Jack O'Neill, Daniel Jackson, Samantha Carter, Tilk, Hammond tábornok és Walter Harriman mellett egyike annak a 7 karakternek, aki a Csillagkapu mind a 10 évadában feltűnik. Közülük Siler az egyetlen, aki nem szerepelt az Istenek gyermekei című filmben. Ez az első a Csillagkapu és a Csillagkapu Atlantis 79 epizódja közül, amelyet Martin Wood rendezett. Később dolgozott még együtt Amanda Tappinggal a Génrejtek című sorozatban, ahol írt, rendezett és ügyvezető producerként is tevékenykedett. Peter DeLuishoz hasonlóan Wood is megpróbálja belehelyezni magát az általa rendezett epizódokba kisebb háttérszerepekben, általában Wood őrnagyként. Volt egy cameo-ja a Siler őrmester társaságában az 5. évad Vörös égbolt című epizódjában. Fenébe! Az Antarktiszon található csillagkapu később az elsődleges kapu lett a parancsnokságon, miután az eredeti elveszett a Csendes óceánban. Majd az oroszok visszaszerezték a 3. évad Nemezis című epizódja után. Erről akkor szerez tudomást a parancsnokság, amikor a 4. évad Víz alatt című részében egy víz alatti világ tárcsázásakor az oroszok bajba kerültek, és a CK-t segítségét kérték. Amikor a Béta kapu a 4. és 5. évadban a Föld elsődleges csillagkapujaként szolgál, a szokásos piramis alakú szimbólumot viseli, amely a Taurit jelképezi. Ugyanakkor az itt látható jelet kéne viselnie azokban a részekben. Az Antarktiszon játszódó jelenetekben a csillagkapu aktiválása fordítva váltjukat a jégbe. Amikor a kaput a túlterhelés után megjavítják, a parancsnokság újra tárcsázza a P4A771-et, hogy megkeresse Cartert és O'Neillt. De a tárcsázó számítógépen a jelek a Zapidosz koordinátáit mutatják. A csillagkapu tárcsázásakor Hammond utasítja a kapuszoba biztonsági csapatát, hogy álljon a készenlétben. Védelmi egysége készenlétben! Erre azonban nem lenne szükség, mivel ez egy kimenő féregjárat a Földről egy másik bolygóra, így semmi sem jöhet át rajta. Amikor a 2. malpot megtámadják a bolygón, a kapu leállítás előtt a tábornok elrendeli az Iris bezárását. Ezek vártak rá! Iris bezárni, csillagkapu leáll! De itt továbbra is egy kifelé vezető féregjáratot látunk. Így semmi, még a malpot elpusztító energialövések sem jöhetnek át rajta. A rész végén Hammond, Daniel és Tilk hihetetlenül rövid idő alatt utazik az Antarktiszra Colorado-ból,
Még ha szuperszónikus katonai repülőgéppel is mennének, akkor is egy napba telne, amíg elérnék Onilék helyzetét. A mentőcsapatok minden bizonnyal hamarabb odaérnének, mint ők. Úristen! Az egyik kedvenc epizódom az első évadban. Szeretem azokat a részeket, amelyekben O'Neill és Carter kettőse dominál. Mindig nagyszerű a kémia kettejük között, szinte tapintható a feszültség, amit ez a távolságtartó, mégis erős vonzalom táplál közöttük. Igen, ennek a résznek is vannak gyerekbetegségei, és minél többször nézem újra, annál feltűnőbbek, de el tudom nézni neki. Elvisz a hangulata, és nagyon szórakoztat. Azt azért megkérdezném Cartertől, mi a csodáért nem próbál tárcsázni egy külső címet. Miért erőltette mindenállon a Földit? Persze tudom, hogy ez szolgáltatta az izgalmakat, csak egy kicsit bosszantó, hogy az írók nem erőltették meg jobban a fantáziájukat, mert valójában túl egyszerűnek tűnik a megoldás, és már szinte kiabálja az ember a képernyőnek, hogy tárcsáz már egy másik címet. De mondom, ezt leszámítva tetszik az epizód. Szórakoztató, elég drámát szolgáltat, a jól működő kémia az érzelmeket is megmozgatja, többször újra nézhető. Egy szóval jó. Vegyes érzéseim vannak ezzel az epizóddal kapcsolatban. Az biztos, hogy az évad egy jobb részéről van szó, viszont nem a legerősebbről. Az, hogy O'Neill megsebesült, és Carter nem akarja otthagyni, nagyon behatárolja a cselekményt. Az ehhez hasonló részek sokkal jobban működnek, mikor a karaktereknek van közös múltjuk, van miről beszélniük. Például a harmadik évad az Elkárhozott ördög című részében, amikor a börtönbe kerülnek. Vagy a hatodik évad a Mélység című részében, mikor O'Neill és Daniel beszélgetnek. Persze nehéz jó példát felhozni, hisz mindenhol több volt a cselekmény, mint itt. Meg kell hagyni, így is emlékezetesen sikerült ez a rész, és jó ötlet a két kapu, amit a későbbiekben izgalmasan használnak fel. Ami pedig a tárcsázást illeti, hogy Carter miért nem próbálkozott másik bolygóval, hát arra nehéz mit mondani. Utána olvastam, hogy a fórumokon mit gondolnak erről, és nem volt egyetértés a témában. Felmerült például, hogy O'Neillék hipotermiában szenvedtek a hideg miatt, és így Carternek nem jutott eszébe mást tárcsázni. Viszont az is lehet, hogy nem tudtak, mert nem emlékeztek más címre. Minden esetre megpróbálhatták volna, de erre nem került sor. Ezeket leszámítva tetszik ez a rész. Danielék hozzák a kötelezőt, a lezárás pedig kifejezetten jó, és végre Hammondot is látjuk a parancsnokság falain kívül. Carter. Maradjon beszteg, uram, azt hiszem eltört a lába. Nem, biztos, hogy eltört a lábam. Vagy átépítették az indítócsarnokot, vagy már nem Kansasban vagyunk. Adok 12 órát! Uram, ez nem így működik, 24 óra mindenképp kell. Akkor igyekezzenek. Jól van. Azt hiszem a helyén van. Megint csak hiszi. A mellkasa is fáj. Attól tartok, egy bordám is eltört. Miért nem szólt eddig? Féltem, hogy azt is így berakja. Ezredes? Esküszöm, hogy az csak a pisztolyom. Az őrnagy úrnak orvosi segítség kell. Mi van, ha a saját számot hívod? Miért tőled kérdezem? Mi van, ha a saját számát hívja? Foglalt jelzést kap. Pontosan. Mi okozhatna ilyen rengést, ha csak nem ők akarnak hazajönni? De sehogy nem jutnak át.